az élő szervezetből honnan származik a széndioxid gáz. A kémcsőben látható tiszta, színtelen oldat meszes víz. Kálciumhidroxid a 7-esek, 8-osoknak ajánlható, gimnazistáknak, de ők a képletét is tudják, sőt az egyenletét is. Kálciumhidroxid. A légzés, a biológiai oxidáció során ugye a szerves vegyületek elégetésével, lassú égésével keletkező vegyületek, széndioxid és víz. Ha belefújjunk szívószál segítségével a meszes vízbe, a légzési gáz, a széndioxid gáz megkötődik, fixálódik, kémiai reakcióba lép a meszes vízzel. A tiszta, színtelen oldat igen hamar zavarossá válik. Homályos, opálos, és ha tovább fújunk, akkor ilyen fehér csapadék keletkezik. És ez a fehér csapadék kémiai reakció következménye, tehát a meszes víz a légzési gázzal, a széndioxid gázzal kémiai reakcióba lép, megköti, és vízoldhatatlan kálciumkarbonát, tulajdonképpen mészkő, ugye a kálciumkarbonát keletkezik belőle. Még ha széndioxid gáz többet fújunk bele, patron segítségével, szifon segítségével, ugye ez ugyanaz a gáz a szódás patronban, szódás szifonban, mint ami a légzés során felszabadul. Tehát szépen látható a tiszta oldat, színtelen oldat, fehér csapadékká zavarossá alakult, zavarosodott lett a csapadék. Kálciumkarbonát. Ha tovább fújjon bele, akkor ez a csapadék egy idő után ki is tisztul. De ez csak a kémiát tanuló diákoknak tudjuk magyarán szoktan elmondani, és akkor kitisztul. Hasonló eset játszódik el a mészkő egységek versenyében, a barlangok, illetve a cseppkövek keletkezésénél. Egyre inkább kezd kitisztulni, ugyanis feleslegben, széndioxidos vízben, széndioxid és víz a légzés terméke, ez a csapadék kitisztul, és vízoldható hidrogénkarbonáttá, kálciumhidrogénkarbonáttá alakul. Ugye? Tovább fújjunk, akkor egyre tisztább lesz a fehér csapadékunk. Tehát a mészkőhegyekben lejátszódó ballangok, illetve a cseppkövek keletkezésénél hasonló jelenség játszódik.